85X van még ott. Hammerhead, a Phoenix, akkor a egyik Aurora. Meg az M350 vagy miért tököm, nem? A versenygép, meg a Mustang az Beta. Hammerhead-nek, Hammerhead, így egy kicsit, hogyha idejössz majd a lorvérre, úgy néz ki majdnem még a hátulja, tehát amit most látsz, így egy kicsit, ha kitakarod a képernyőből az elejét, mint a 1000 éves sólyom. Az majd az izé lesz, a Mercury. Bocs, lenne egy kérdésem. Mondjad. Közben ugye próbáltam, hogy hívják rá, ráugrani, ezt felroppant az egész Caterpillar. Hova? Hát az izé, a városra, tudod, bolygó körül. Azt izé... Az jó. Ott helybe felrobbant az egész. Ahogy elugrottál, mert olyan hibát olvastam. Abban a pillanatban igen, ahogy ugrott volna. Darabokra szakadt az egész. És most nézek egy fekete képernyőt, nem tudom, ilyenkor lehet valamit sem. Kilépni és belépni újra, azt is olvastam, amit mondasz, fekete képernyőt, az is hiba. Aha, nagyon jó, hát akkor... Jaja. Majd jövök. Igen, sajnos. Én is keresem a... És, bocsi, a kollégába... Ja. A körülmény, tehát, hogy most te hol voltál, hogy honnan ugrottál, hogy felrobbantál? Bolygó körüli pályán. Arkor? Vagy Arkorp. Igen? Arkorp. És az Area 18-at ugye becéloztam, rányomtam spooling, ezért minden fölment, tehát már lehetett tenni. Hosszan B betű, és utána fölingolta ugye ezért, hogy már indulna, az bum. És azon aromban. Most amit a... Amit... Tessék, ahogy... amit majd a játékba fogsz megvenni, azon lesz-e biztosítás, hogy köthetsz rá, vagy hogy lesz? Persze, vagy meg beleszokva, így van. Tehát amit in-game is megveszem, majd arra is lehet kötni biztosítás, pontosan. Ahogy Verti jól tippelte, alternáló, te átestél a bolygón, vagy átvitt téged az egész bolygón. Tehát akkor a túloldalról mentél, értem, meg kellett volna kerülnöd a olyan ponton, értem-e? Hát úgy kellett volna, nem. Végigvisz, ha izé, nem kell megkerülnöd semmit. Nem, be tudsz célozni közvetlenül arra a 18-at. Értem, úgy kéne működnie, de nem úgy működik most. Te arra mondom, hogy bugos. Azt értem, hát hogy automatorra kéne menni. Aha. Mert én mentem már az a poénod a Caterpillárral ebbe a patchbe tegnap. Uh-huh. Vagy tegnap előtt, és nekem nem volt bajom. De nekem pont úgy értem oda, hogy előttem volt csak. Tehát csak lefele kellett mennem. Hát érdekes, mert nekem eddig ezzel az egy hajóval csinálta pont ezt. Egyszer jártam úgy, de ez az én fasságom volt, hogy túl alacsonyan indítottam el. Aha. És akkor tényleg belementem a bolygóba, de azt láttam is. Tehát, hogy rendesen hogy beleszaladtam a... Ezért nem az, hogy egyből... Ugye már, ha kettő prospektort veszel, akkor kettő lesz? Igen. Igen. Akkor az jó. Hát, ha tudtok egyik... meghívni. Hívlak. Kassz, Robi. Hát, ez gyorsabb. Hát jó, de az két ember kell. There, all set. Hát mentetek másik szelóról? Én mohosra tudtam jönni, mert senki nem vett fel engemet, srácok. Már mondtam. Pedig én biztos, hogy beírtalak. Jó, csak itt vagy nálam a szerveren. Nekem mindenki offline. Én megmondom neked. Itt van mindenki bent. Itt van mindenki bent nálam. Totya, Mohos, Pocokkal, Rish, 78, Astral Solid, Dur, neki GTR, Jocek 2003, nekem mindenki fel van véve, csak én mindenki offline volt Mohoson kívül. Próbálj meg bejönni a koszállónkra, akkor... Én bejöttem, mert Mohossal vagyok. Itt vagyok benne, álltak a partiba is. Ezért nyomják, join partit. Igen. Vagy meghívó, akkor join. Jodó, én látlak partiba, meg Pocokkát is. Uh-huh. Passzomban van itt a lejáró, bazd meg. De fura. Ja, látlak titeket. Hol a lejáró itt? Hol vagy? Megvan, jó van. Norvillen van. Ugye ő neki kimaradt, mert kb. Akkor tűnt el. Nem, itt voltam. Hát tudom, csak egyszer-kétszer nézted, meg úgy értettem. Ugye nem nagyon ismer még, az se. De az is hozzátok bemenni. Nem minden megmaradt. Nyomogassad, beenged előbb-utóbb. Be fog engedni. Arra a 18 az nincs annyira komplikált, mint ez. Arkorp se. Ja, van, igen. Azt akartam mondani. Hát, még Lorv is a komplikált. Kicsit komplikáltabb. Igazából csak megszokás kérdése. Mondjuk jó, igen, nekem is annyi játéknőm, hogy nekem ahogy mindegyik helyet tudom hol.
Alter, ilyenkor sokat kell nyomkodni a bal meg a jobb egérgombot, meg lépj ki menübe, gyere vissza. Ja. Most ha elveszíted, akkor megmarad a hajó, vagy nem? Meg, hát klémeled. Vagy hogy érted? Tehát most úgy értetre az elveszítés, hogy most felrobbansz vele, azt tudod klémelni. Aha. Viszont ha jön új patch, akkor elveszíted, ha erre voltál kíváncsi. De csak a nagy patcheknél törlik. De akkor megint 5 millióról indul. Tehát persze, hogyha új izé jön, akkor igen. Bár itt PTU-n. Ugye. Például most volt nem régen, pont az előbb volt reset, nem srácok? Az előző patchben, nem? Igen, a péntekiben. Igen, azt mondom, hogy most volt reset, úgy emlékszem én is. Na így is most. Szombat reggel, akkor nem. Aha. Pénteki nem. Pénteki volt. Na, most úgy kipróbálom én is, hogy a katerral akkor oda. Na, elkezdett tölteni. Zsír. Ja, ez ilyen macerás, tehát hogy kibe kell lépegetni teljes főmenüből vissza a bejoinolásig, és mert nem frissít. Igen, elég durván, 48/50 voltatok már, amikor végre beengedett. 49-re még nem. Nekem akkor ott szerencsém volt, engem úgy engedett be pont 49-re. Tudod mi a baj 49-re? Hogyha valaki crash-el, az ugye úgy működik, hogyha vissza nem jön a szerróra, addig fönntartja neki a helyet. Ha nem jön vissza, akkor bemelsz fel. Hű, de furcsa dolgokat tapasztalok egyelőre. Na, most mi van? Hozzá. Oh. A kabinból kiszállás, ez nagyon érdekesen sikerült. Na megyek egy Cutlass-szal. De legalább megcsinálták, a, hogy a hajók lémek működnek. Aj, az de idegesítő volt, ha valami összetörtént, nem bírtál. Aj, de utáltam. Ott vigyáztam az izére, hogy visszatörjem, vagy... Csak a 30k-ét, 30k-ba. akkor vége volt. Akkor szia. Wow! Én is láttam még ilyet, srácok. Hiányzik egész, ezért Delamar. Kiszálltam a hangárokból, és a levegőbe repülök így a... Na, neked is ez van. Az magány. Én is száron csináltam ezt. Ez tök magány. Itt kinyitottam az ajtót, és így nézem, hogy ott van előttem a világőr. Helyes. Retro 3.0. Azt mondja, hogy megyünk. Megyünk bányászni, méghozzá. Aberdeen, jó, ott van arany. Aberdeen. Aberdeen. Aberdeen, de az üzletben van Hearthstone-nál, nem? Hát ő ott van. Aranya, vigyázzon, mert esvérek ott bányáztak, akkor őrzik a területet. Őt van, mert most vett Prospector. Aberdeen. Akkor oda megyek, nem Markorpra. Hoi. Sziasztok. Szávod, Totya. Jó. Na, bőség zavar a srácok, akkor hova menjek? Mondjuk Lordville-re biztos nem megyek, mert ő... Jaj, pocok, ő másik szerverem van, GTR nincs velünk. Most jött a szemben. Tele a szerveretek egyébként. Ah, igen, igen. Ja, mindegy, látom már ezeket. Akkor megyek ezért oda Mohos hozzátok, jó? Gyere. Arcorp-ra. Remélem, én nem töröm össze. De viszont így ebből tanulva szerintem majd úgy csinálom, hogy megkerülöm manuálisan a bolygót. Lehet. Hol van benne? Ez a Cutlass meddig bírja. Mondjuk én szerencsére nem futottam bele ebbe a hibába még, amit most az előbb mondtál. Ja, te mindig kerülgeted, mi? Nem, nekem még akkor működött. Tehát én nekem, hogyha ráadtam arra a 18-ra, volt, hogy átrepültem alul a bolygót, tehát megkerültem a pályán. És úgy szállt oda le. Tehát én még ezt nem tapasztaltam, hogy átmegyek a bolygón. Az van még régebbi patchben volt. Igen? Én nekem múlt héten is volt ilyen. Na, abban valamelyik régebbi patchben nekem is volt egy ilyen, akkor belerobbantam. De ezt még ebben az patchben nem tapasztaltam, erre akartam kiukadni. Én tegnap belecsapódtam Delamarba, Hornettal. Hornettal is. De én most először, én soha nem csapódtam még bele amúgy. Hát igen, ami késik nem múlik, jaj. Hát kell próbálni azt. Igen, egyszer, úgy. Ajd jó volt, hogyha megvan a Caterpillar. De örök neki végre. Úgy. Hát ez most szerintem addig megmarad, amíg ki nem jön az Orion kb. Szerintem akkor majd vagy 2 évig lesz Caterpillar. Gondolod? Hát mondjuk jövőre már lehet, hogy jön.
Meg ugye most, hogy tavaly felnyomták az árát is, hát utána ráfeküdnek már. De jó, még mondom. Tudom, még a Defendert jövő hónapban visszaveszem, utána még a céket, ezért a Hulcét. Ez nem is rossz, Arajától el kell menni 52 kilométerre, fővenni ezt a csomit. Igen. Nem tudom, ez a pacsajós küldit most kaptam először, ezt próbálom megcsinálni. Na, az hogy működik? Én amikor beszéltem vele, azt mondtam, hogy nincs küldje. Úgy mentél oda, hogy felvettél a bobiglaszból? Igen, úgy kell. Aha. De csak akkor, hogyha beadja a kontraktot. Azt mondom, aha. Értem. Kaptam a kontraktot, és úgy tudtam fölvenni. Aha. De most először, eddig soha nem volt ez. Tehát a mobiglászadó megjelent magyarul. Igen, tehát akkor csak úgy lehet. Fölülről, hogy ugye megjött a izé, a kontrakt, és utána ott volt a mobiglászadó. Értem. Tehát akkor értesít. Igen, kapsz róla ugyanúgy, mint az összes izéről, a rutósról, meg a minden ilyen. Az personálba jön, vagy generálba? Persona, jó. De, mint a Ruto, meg a Falábú, meg a, ennek a küldés. Hát például most nekem Ruto-tól van Get a Minute Quest-em. Egyet akarnám egyszer megcsinálni azt a Citizen Conos küldetés, hogy működik-e már. A Lord Villain, hogy beadjam majd egyszer. De arra kíváncsi lennék már nagyon. A Constantine az egy ilyen delivery, és az működik. Na, majd azt de is ekkor egyszer kipróbálom. Jó, hosszú másfél óra, hallod? Na, az jó. Engem nem érdekel igazából, hogy most keresek-e vele, nem, ha szórakoztat, akkor nem érdekel. Ja, nem azért mondtam, csak... Ja. Belevesz a tökörészést, ide leszállás, lelőni... Ja. De állítólag működik az a leesett izé is. Mi az? Mit ugye megkerestünk múltkor? A szatellit. Hát azt arról beszélek, az a Citizen Conos, azt mondom. Azt mutatta. Elvileg működik az. Na, jó. Meg azt hiszem, hogy izé adja az a... Klaviusz tökön. Az ilyen kőgős, csak 19-ben. Az is úgy működik, hogyha először ezért be kéne felvenni mobiglaszba, de annak valami 10 óra CD-je volt régen, azt tudom. Hát, ha megjön kontraktba, akkor... Igen. Ott kell körözni izén, és lehet, hogy megkapod. Jajajajam, hát majd lehet egyszer elfekszek, az hátra beadja. Az érdekelne. Biztos valaki kiderítettem ezeket, lehet, hogy pont ellentétes izé részén kapod meg az univerzumnak, mert... Nem tudom, mi ennek a miértje. Na, lehet, hogy hiba. Én gyors vagyok 14 km. Merre jártam? Én megyek Arkorpra. Én itt vagyok, most csinálom, és megyek, szerintem tetőre kell lesz. Mósék ott vannak, én csak azért indultam el oda. Akkor Mósos megyünk Mósékhoz. Bányászok. Én bányászok, gyerekek, de hát én már... Most működik. Ja, miért nem ment az elő? Hát ezért Dúrnek is bányászott ma reggel is, majd én is neki is ment, vagy mire mondod? Úgyhogy kikapcsolt a hajóm és lezuhantam, hogy te egy darab kő. Az fasza volt, ja. Tétbukkantottak, amit csak aztán lepottyant így a hajó. Elfogyott az energia. De valami ott túl melegedhetett, mert... Altert, ahol próbálkozott? Hogy? Altenet, te hol próbálkozol, majd mit csinálsz? Melyek Arkorpra? Te is jó. Mi ez az Aberdeen basszer? Mi ez a sárga retina égetőre? Úgy, azaz. Ez pont az. Retina égető. Kedvenc helyem amúgy. Szállj le, úgy. Én azt nagy szemekbe szoktam tolni. Te abban is halszol. De nagyon jó felszínen különben, jó néz ki. Igen, kibaszott jó a fény viszony. Amúgy a holnak nekem is tetszene. Láttam már, nem is látom benne. Ja tényleg, a srácok, ez melyik a kristályos itt az új izé, Arkorpon? Az a Valla vagy a másik? Vagy a Líria? Azt hiszem a Valla. Aha. Melyik ahol kristályos tudsz bányászni, a zöld kristályok vannak, az a Valla. Itt vagyok most épp. Azt tetszett Valla. Nagyon az a hely. Valla. Jaja. Úgy. Most húztam el mellettem. Mit teszel izért? Küpja. Nem. Nem tudom, mi a faszom ez. Chips! Az van ráírva, nem tudom. Te feszélyt, zacskós szart tesznek, nem? Ja. Most csak... Jó sziklák nincsenek. Na. Ja tényleg, ezeket néztétek? Már ez a Aria 4, meg ilyen mik azok? Már úgy mondom, hogy van ott valami? Nem tudom,
Semmi, csak háztetők. Háztetők, aha. Az majd valami küldetés helyek lesznek. ORC Restopra nem menjetek, mert még egy sincs. Csak ott van térképen. Én múltkor végigutaztam három helyen és csak a jelzés van ott. Hmm. Hát én a múltkor a bolygó mellettén voltam valamelyiken. Az ott volt. ORC? Az ORC? Nem tudom most. ORC-ről beszélek. Igen. Ötös az volt és az ott volt. Világítás? Nem. T-betű. Átkerült ugyanoda, ahol a rendes. A stab, nem? Stab, nem? A scanner a stab. Semmit nem tudok kijelölni az kurva térképen. Töröld előtte. Mit akartam már? Na mit töröljek? Most szálltam föl, bassz. Nem tudom, nekem működött. És mivel lövöd el? A tab meg? Jó, jobb klik te. Jobb egér gomb. De mit akartam már? Tapasztalatva, hogy 1600 km-re vagyok arra a 18-tól, az bolygó másik oldala, vagy jó helyen vagyok? Másik oldala. Másik oldala. Akkor. Mert akkor nem akarok beleszállni a bolygóba. Pedig az olyan szép. Most katert nem akarom összetörni azért. Jaj, hát valahogy fel kell levatni. Elég volt, hogy én összetörtem most már. Ez az, hogy kettőt nem lehet. Kettőt nem lehet összetörni. Mert összetörtél egy katert? Ha most az előbb. Hát, úgy indítottam. És nem láttam. Átment a bolygón. Átment fel a bolygó. Ja, mert nincs rajt még a furó modul. Igen. Majd utána a... Ez jelzett a Lorvi... Úgy. Furó modul az. Elvileg lesz. Volt ez a film... Mi volt ez a mag? Mikor ja. Leástak egy ilyen bazinagy üzével. Jó. Halljátok? Biztos vagytok benne? Most meg 1700-ra vagyok tőle. Na mindegy. Mondjuk most sötét oldalon van. Jocek az normálisnak tűnik? Sötét van? Aha. Akkor jó. Akkor ez lesz a jó oldal. Szállok egy tetőre, itt kell fővel a csomit. Na mindjárt rátszállok. Na, irány arkor. Ha éppen fölrobbantottatok egy kavicsot, majd dobjatok egy inget. Bár igaz, sokáig nem leszek már, csak egy fél órát, de még... Ó, megjelent a felszín. És te közelítesz a felszínhez, vagy ő közelít felé? Oké, hát ez nézőpont kérdés. A bolygó felé, hallod? Ha nem megy a bolygó Mohamedhez, akkor Mohamed megy a bolygó. Igen. Ez egy nézőpont kérdése. Akkor lássuk, hogy jó, már is vettem bányászt. Ment invite, totya. Köszi. Hú, váljunk csak, jó, elvileg tudok rád ugrani. Vigyázz, letakarítanak. Okosan, mert én itten csomizok most. El? Én is azt fogok, csak nagy raktélre. Most ugrok rá. Hát, elvileg elfordítod a izét, akkor le tudod ide rakni talán. Mindjárt kiderül. Kicsit arrébb megyünk, mert nincs semmi jó szikla. Egyszer. Kotab. Nem jó helyet találtál? Nem. Most nem találtam jó helyet. Nyáljuk, azt keresünk máshol. Nekem azt mondta Dúr neki, hogy a űrbe járt sokkal nagyobb szerencséje, vagy sokkal jobbak voltak a ásványok, mint lent a holdakon. Igen? Aha. Tudod, mit kell fölvenni? Egy másik Cutlass-t, ha? Azt hittem csomag van. Egy Cutlass-t kell elhoznod? Igen, egy Cutlass-tal leszálltam és egy másik Cutlass-t kell vinni. No. Milyen bazeg, egy tolvaj küldi? Tele van narkóval. Igen. Én kinyitom a hátulját. Ó, de jó, hallod, hogy... Mit találsz benne? Veri... semmi. Nincs benne. Jodó, 9000 méter odaugrottam. Világítás az van benne. Egyébként a hang az jobb lett szerintem. Igen, azok jók lettek hangok. Igen, az nagyon jók lettek. Jodó, kezdj el félni. Óvatosan. Mi lett a fákkal itt? Meghaltak a fák, vagy mi van? Aha, igen, az olyan terep. Volt atomrobbanás, az a bolygón. Igen, az a fallót következő rész ott készül majd. Na, Bertinre hát elég bedobni egy gyufát. Jajajaj. Az egész bolygó. Körülbelül. Na. Gótosz test. Hova kell vinnem a stas? Ide a katerpilláromba. Hát nem találok még követ. Hát, gyakorolni kell.
Vagy jel a körül kell ott a asztali mezőn, vagy pedig izé beleszállsz valami oldra. Jel az zelt jobb hely. Ja, Durdek is ott bányászott, és ő is keresett fel ilyen 60 ezreket, mint ahogy mondjátok. Izé, Delamark körüli sziklákat nem lehet bányászni? Látmányodok? Azt nem. Vigyázz, feletted vagyok. Mögötted vagyok egy kicsit. Feletted meg mögötted. Most fordulok. Torokpaktóval. Torokpaktóval. Úgy. Hátlag. Elfér ide a kata? De én megyek tovább a küldve, nehogy megszűnjön, jó? Jajó. Baszkét, lehet, hogy ez tényleg itt hagyott valaki egy izét. Kát lesz. A Berdinen hol van itt? A Berdinen itt hol van, izé? Én szálltam át a másik Cutlassba. Ez a küldés Cutlass, amiben vagyok. Jó, tehát olyan küldi van, hogy át kell szállod egy, ott vagy egy hajó. Leszálltam a Cutlass-szal az... És egy más nem csomagot hozol el, maximum egy űrhajót. Egy űrhajót kell vinnem most valahova. Távol B-be. Ez melyik küldi? Ez, ki adja ezt? Ez a új csajos? Aha, nagy de jó. Tökála. Én tegnap itt Tarkorp körül teljesen véletlenül belefutottam egy... Hogy hívják be? Starfirerbe, mármint ilyen roncsba. Uh-huh. Nem mondod. De, komoly. Tarkorp körül. Aha. Basszus. Teljesen véletlen volt, hogy belefutottam. Na többet nem találjuk meg. Az biztos. Csináltam róla egy-két képet, hogy nagyjából belőni, hogy hol volt, meg aztán van róla valami kicsi videóm is, majd ha gondoljátok, feltöltöm. De kevés esélyt látok rá, hogy ezt megtaláljam, mert valószínűleg valami küldihez tartozik amúgy. Ja, lehet, hogy valaki éppen lekért egyet. Most kezdi az ugrás. Na most mi van? Lehet már ugrani úgy, hogy... Nincs izé? Várjál. Engem is átvitt a boly. Hát, ez kurva érdekes, hogy engem ez hol vitt. Nekem így összefordította a két bolygó részt, vagy mert nekem ezt láttam. De aztán megszűnt. Volt ez a hiba régen. Azaz, meg is haltam. Ó. Oh. Akkor úgy lesz. Akkor nem lehet közvetlen ugrani, figyeljetek. Akkor nem lehet. Szint kell dobni a partit. Nem baj. Árán 18 nekem teljesen jó. De még nem látom az OM pontokat. Mozogjál! Akkor jön elő, ha indulítod a hajót. Aha. Én folyamatosan rázom a lábam. Plusz törölni kell a térképen a mobiglass, hogy be van-e állítva valami, akkor nem jelenik meg. Igen, nézem. De legalábbis én ezt tapasztaltam. De utána se tudsz ugrani, akkor mindjárt szétdobom a partit. Ahogy visszajön a képernyő. Én is úgy ugrottam, nem, hogy már partiban voltunk most. Ja. Nekem ment. Én utóval kell vinni, Líriára kell vinni a hajót. Az igen. Na most jó lesz. Job opportunity. Milyen és külön? Akkor sötét oldalra kell menni, ugye? Megtaláltam az első. Dark side, igen. Na. Ki meddig bámulta ezt egy a kijelzőt? Rekko Battaglia. Obsidian. Rúto. Ennek a csajnak mi a neve? Macheu. Macheu. Mathaceo valami. Mathaceo, oké. Perilme Corundum, hát ezek a nem. Laranitot még mindig azt írni meg amúgy keresni. Azért kapod a legtöbbet. Azt tudom. Ezének mondtam. GTR-nek akartam mondani. Hát nekem csak Valaskin meg izé van. Rekko Battaglia. Csak adni ilyen küldi. Várja, mert nekem is csak úgy véletlenül dobtam be. Lehet, hogy amúgy az is megvan végre már csinálva, hogyha valaki csinálja, addig nem tudom én csinálni. Lehet, az is van, mindjárt szerintem lerakom a kártle. Dobjátok szét azt a partit, gyerekek! Most én ugye nem látnám, hogy te előttem vagy. Tehát nem te vagy a leader. Nem látsz, mert nyomtam egy Alt F4-et. Ja, értelek. Akkor én leaveltem a grupot. Nem tudom, ki volt a lead. Én. Mi ez a Hepastatin? Hát, én nem tudom. Hepa. Ezt nem vágom. Hepastanite. Hepastanite. Hepatitis B. Nem tudom. Hát, ez valami érc, ami nem ér sokat.
Mennyit vagyok arra, hogy a 18-tól 10 kilométerre? Repkerek Caterpillarral benne. Van jó. Mi a baj? Semmi. Nehogy jó legyen az összes... Nehogy jó legyen. 180 kilométernek repkednek a levegőben. Hé, srác! Itt arra a 18-nál lementem a no-fly zone alá, Katerra. És ilyen homály vörös képen van, de nem dob vissza, és nem bírom érteni a hajót sem erre, csak megyek előre. Lehet, hogy lagod van, nem? Nem hiszem. 5000 méter is belecsapódok, szerintem arra a 18-ban. Kemény. Arra. várj meg, 4 millió. Hát, hogyha nem én irányítom a hajót. Ah. Ah, megállt! Jó. Nem lesz bajom. Kiértem szerintem a helyzéből, a no-fly zone-ból. 4000 méterre vagyok. Vajon mire szolgáztál Kevinnek? Lehet lelőnek vele. Meg mondjuk loptad a hajó. Lehet harcolnod kell. Lehet, hogy a pincefight lesz itt is, hogy... Le kell lőni az öt turretet. Barrandom. De különben most már Katlesz is nagyon szépen le lehet szedni a tureteket, fölük mész és nem szednek le. Eddig oda menték Katlesz-re, ugye az előzőben, 3-4-3-ban kétszer rádőlt a turet és így elfeküdték. LOL! Na én ezt sose tapasztaltam, amit te mondasz. Katlesz-szal? Aha. Nem bírtál úgy megcsinálni, hogy megállsz fölöttük és leszed az összes. Hát én mindig mozogtam. Nem álltam soha egy helybe. Ott kellett repkedni össze-vissza, hát tudom, hogy működött. Benézed, és ilyen, csak érdekes. Odaérsz, addig leszeded az összeset. De ha meg nem izé manőveresztém utka, akkor leszedték simán a pajzsodat, és kész volt. Ah, még én meg sem próbáltam, úgyhogy nem manőverezek. Értem? Tegnap izével Connyval néztem egy ilyen helyet, és meglepően gyorsan leullott róla a pajzs. Pedig a Connyt, nem tudom, ezek olyan durván betegen bírják a NPC-k. Iszonyat ideig kell lőni az ének a Connynak a hullját, tehát a testét. Tudom. Tudod, mit nem bírt a Conny? A Maxomnak a 4 izéját fogtam és 1 perc alatt leszedtem az összes pajzsát. A pajzsot leszedted, a hult, maga azért, a test marad. Azt kellett még kurva sokáig lőnünk. Nem tudom, elmenekült utána, amikor nem volt már pajzsa, nem tudtam tovább. Na ezt mondom, az, hogy a testet bírja valamiért, mint az állat. Te meg lenne csinálva a páncél. Avengerrel csináltam, és az is tartott percekig. Tehát már rég lent volt a pajzs. Már rég kikapcsolt meg minden lófasz, és egyszerűen ott lőttem. Mondom, ez sose fog már felrobolni, ez egyszer végre kipukkadt. Aha. Mit nem tudtam leszedni? Elmentem a izéval. Hogy hívják ezt a nagy dögöt? A izét? Heavy Fighter-t. Nem lehetett tőle leszedni a izét. Geményit. Warden? Mhm. Az összes fegyverre még a pajzsa se jött le, hallod. Ja igen, azt tapasztaltuk. Az régen is ilyen volt ez a Starfire-re. És egyszerűen semmi. Ott álltam a gyerek még meg is állt a levegőbe. Lőttem 2 percig, semmi nem ment. Ott is húztam a csíp. Valami nem tudom miből van az, de nagyon jó. Landing complete. Launch complete. Landing complete. Na, leraktam a katert itt a korpon. És közel vagyok, csak... Nem volt probléma. ...leszeres engedélyt kéne kapjam. Átugrottam ide olyan valamire. Aztán simán le tudtam szállni. Ráugrottam Yodóra 9000 méterre, azt így könnyű. Caterpillar. De jó, meg vagy most már. Hep asztal itt. Mit csinál? Ez a hep asztal itt. Ja. Próbálj minél nagyobb százalékos köveket kibogarászni. Na, leraktam magam. Tehát széttöröd, utána meg ellenőrizni a darabokból milyenek vannak. Opa. Ezt nem tudom, hogy csináltam, srácok, de...
a hajóm az lebeg. Még bemondta a landing complete-et. Örülj neki, akkor ennyi. Kapcsolod ki azt. Nincs több kérdés. De én már kiszálltam a hajóba. Pont elérem, mondjuk teljesen mindegy, bevette a hajómat, tehát ilyen szinten vissza fogok tudni menni. Ja, ilyen fejmagasságban van, ha leengedem a liftet. Hát jó. Az tény, hogy... Ja, látom már mi a probléma. Hátrább kellett volna jönnöm, belakadtott az első... ezéje. Azok a nyúlványok, tudod, amik vannak a katernak a legelei. Az ráraktam a izére a bázisra, hogy mi a faszomra, most nézem. Ez jó. Ja, tényleg basszus, a segge az nem van. A legvége. Az elején meg felakadt. Hát így jár. Fel ne robbanjon. Nem, az már nem. Majd gyakorolni kell még itt tarkópa leszállást. Végül is nem tört össze, az a lényeg. Meg jöhettem volna jócskán hátrán, most nézem. Csak olyan csalóka, tehát amikor odaértem katerra, olyan nekem picinek tűnt a leszállóhely, azt igazából nem. De ugye? Ez egyébként ez annyira fura. Igen? Ez a Bexalit. Nem vágom. Az is egy ásvány. Az jó állítólag. Igen? Legalábbis én úgy emlékszem, mint a Breakerton azt mondtam. Nem Breakerton. Hát jó van, hát a relatív, hogy milyen jó. Mondtam, Laranita, tudod, hogy tudsz keresni. Hol? Hát, ahol találsz, mondom. Jela körül. Asztali demezőn. Arról biztos, hogy tudok. Többit meg nem mondom, mert nem találkoztam, én marha régen nem bányáztam. Tudom, amikor még bányáztunk nagyba. No. Ne, én akkor bányáztam utoljára, azóta nem. Pedig elvileg lehet vele keresni, mert ez is durva, aki azt mondta, hogy 20 percet keresett vele valami 50 valány ezzel. A transport, ami mindig többet lehet. Na és most leszálltam, mit csinálok? Lépjek ki? Vagy... Initiating ship storage procedure. For your safety, please vacate the area. Thank you for your cooperation. Húztam a csíkot. Már most ezt nem értem, hogy hova akarsz menni, vagy nem értem transport? Hát... kérdés, hogy most hova menjek, itt vagyok, a karpon leszálltam. Én is pont ebben a pillanatban megyek felfel a lifttel. Nézhetünk valamit? Nem, pipilek egyet. Jó. Figyelj, én abban is benne vagyok, akár beülnénk egy hajóba, azt izében valami... Itt is vannak ilyen... Miattok már... ECN alert meg ilyenek, nem? Initiating ship storage procedure. For your safety, please vacate the area. Thank you for your cooperation. Akár csináltunk valami olyasmit is. Felül nem mehet bármi. Jó van. Én itt vagyok akkor az énnel a... Lányegy, invellek elvileg. Csak én még gyors... Egyet erről a küldetésről, jött egy Vanguard, és lelőtt. Ez az. Te tudtam. Ez az. Most nem, az a baj, nem én voltam. Szerintem ő is ezt a küldit csinálta, és az iszatott le. Ha. Ezek ennyire erősek amúgy? Hát a Warden az... igen, nem egy kategória. Akkor nézzük, hová megyünk. Egy medium, meg egy heavy fighter. Mit mondatok, hová menjek? Mondjuk figyelj, mondom, hogy én próbáld meg, jel a körül. Asztroida mező. De már kiderült ugye ugyanolyan izét, le kell lőnöd a turreteket, azokat már láttam. Gondolom le kell menni oda, valahol le kell parkolnod, szerintem is ennyi. Vagy onnan is még lehet, hogy egy csomit el kell hozni. Te is Jányos karakter csináltál? Igen, igen. Hát tesztelni kell, tudod. Jajajaj. Volt már pár ilyen furcsa élményem vele. Igen? Hát ja, leülni nem nagyon tud. Na azt nem nagyon próbáltam még azt én. Hát például izé van ez a tram, ugye, ami megy ez a busz. Aha. A csaj karaktere, ha leülsz, legalábbis nekem az első élményem az volt, hogy így átestem a ablakon, aztán így szia. Ja, de hát ez nem, az egy régebbi hiba, ami még nem javítottak ide, azt tudom. Ott írták, hogy volt ilyen baj. Mennyi időt írok oda, Jelára. Na. Jövök mindjárt egy-két perc, jó? Azt akkor mehetünk. Addig, ha gondolod, majd találd ki, hogy melyen hajóval menjünk. Jó. Valamit nézzük, azt a közében valami küldetben csinálunk. Beülök a toronyba, mert így azt leszedjük őket. Na, fél... Mert honnan mész GTR jelára? Aberdeen. Hát az egy kis idője. Egy olyan 6-10 perc. Milyen hajóval mész, attól függ. Prospector. Hát azzal egy 15. Nem, annyi lehet, hogy nincs. 13. 13.
Ti köpködjétök magatba, Szotyit. Ez durva, saját magamat látom, hallod. Tehát így ott van a nevem a levegőbe, és ott írja, hogy hány méterre vagyok. Ja. Egy büszke szerver. Az ilyen. Mindenhol ott vagy. Mindenhol ott vagy. Nagyon jó. Az önimádok szervere. Mindenhol. Jaj, a Crusader. Nekem meg innen ki kell mennem. Egy Alt F4-jel, mert egy nagy feketeségbe szület. Ez most komoly. Érdekes, az előbb még láttam gyógyszeket előttem, most nem. Mondom, Alt F4-eztem. Ja, Alt F4-e. Lennőtt a Walden, és utána egy nagy feketeségből szület. Na, adtam rá egy kis hangjára. 311, az 5, 10 perc, 11 perc, 12. Privatér MX, az mi? Azt nem. Az valami pont. Hát elég sok minden megjelenik a Hadronén össze-vissza hülyeség, úgyhogy ez... Nem tudom, lehet, hogy ezek küldik lennének, vagy kalózok, vagy meg nem tudom. Lehet, hogy kalózok. Ez lehet, hogy kalózok, mert küldik, azok nem jelennek meg minden. Na itt vagyok. Na pocok, én találtad, mi lenne, ami kell? Hát attól függ, hogyha most ilyen össznépi dara lesz, akkor menjünk Hammerheadbe. Hát de miért, annyian vagyunk rá, vagy mi? Hát nem tudom. Ha csak ketten vagyunk, akkor nem tudom, akkor hát akkor elég cut lesz. Persze. De tényleg most, mert most jöttem rá, ezével mentél már. Van most majd gladiátorom is live-on. Az a bombázó vagy mi a tököm az, nem? Retilátor, nem? Az is is van, de van gladiátorom is, az is kapom lónában. Na, ha kész a live, akkor összegyűjtjük, mi van, azt mindegyikről csinálunk egy streamet. Jó. Amikről így... A terrapin az még hiányzik, de azt tudom, hogy az már nincs meg. Igen, azt már upgrade-eltem sajnos, abból meg határon. Ahogy hívják, az fog kelleni, a heráldot azt beszéltük. Igen, az van. Amivel még nem mentem, az a nagy, a háromszög alakú bombázó. Eclipse. Igen. De hát az benn van most is, nem? Igen. Most már mentem vele. Ja, na csak igen. Hogy eddig az még úgy kimaradt nekem. Ja, értem. Na akkor hívjak én pocak egy izét? Vagy mi? Egy aha, hozz egy izét. Hát én még cut a Pioneer-rel nem jó. Mentem még sajnos. Hát ki kell próbálni. Én már mentem összes hajóval, amivel van a játékban. Mert a Defenderre kíváncsi leszek azért. Hangár 2. Merchantmarra leszek ki. Arra én is, az Karak után jön jövőre. Karak idén vagy? Úgy, az elvileg most a év végén, ha csak nem csúszik át jövőjére. Hát csúszik az. Mindegyik, nincsenek illúzióink. Na, az vanunk, vagy nem? Most úgy vannak, hogy a három szállatot félredobták. Néha kinyitja az ajtót, azt nincs ott semmit. Ne menjél be akkor. Valahogy ja, kétszer kell. Nem mindig egyértelmű. Becsukódik, azt te újra nyitod. És van olyan, hogyha valakinek, nekem például itt van rendesen. Neked nincs ott? Nekem csak az izé. Akkor neked nem tölt be. Biztos SSD-n vagy, baszki? Igen. Érdekes. Én ezt csak akkor láttam ezt a hibát, ha valaki nem SSD-ről tolta. Hát pedig nem is akármilyen SSD. Hát, lehet az a baj, az M2-es. Túl gyors. Nem, egyébként tényleg van ilyen, hogy nekem is. Tehát először csak feketét dob be. A feketét azt láttam már. Becsukódik az ajtó, és utána újra nyitod, és akkor jön. Igen. Kétszer kell kinyitnod. Igen. Igen, olyat már láttam én is. De úgy, hogy nincs ott semmi, olyat nem. Az akkor jött az a hiba, hogy nincs ott semmi. Azt láttuk, kinek volt az iszonyat gyenge gépe? Emlékeztek? Akkor egy három vonatot vártunk, mire megjött neki Lorville-le. Ja, tényleg. Ja, de az beteg volt. Tehát ugye SSD nélkül játszhatatlan volt a játék. Nem tudom már ki volt ez. Nem emlékszem én is a nevére.
Hát én nagyon olyat viszont láttam, hogy a lift kabin ott volt látszólag, de amikor beléptem, akkor átzuhantam rajta. Átza. Akkor újra kellett lében nekem. Vezessed, ha gondolod? Ja, vigyed, én már vezettem annyit, hallod. Jó. Most... Hát srácok, én most nézem a bocsánat a 2018 április 20-ai roadmap-et, és ott a 3-5-re írtak 2019 Q1-re a data runningot, meg expandit kargót, meg egy csomó minden olyat, tehát hogy visszatérve a csúszáshoz, hogy hát 3-4-be kellett volna jönnie a R-Corp-nak, a női karaktereknek, akkor FPS combat, a stealth, ugye a halkan csinálod meg, akkor mi volt még itt, ami érdekes? A salvage az 3-3-ra írták. Ami most csúszni fog egy évet, más felett majdnem. Miért a Taurusnak tavaly kellett kijönni? Azt ahhoz képest jövőre jön. Azt jövőre, azért mondom, Q1, 2020 Q1-be rakták. Jaj, ja. Sebbe kell őket rúgni, csinálják már meg. Ja. Na de, ezért visszatérve most, ha jobb belehúzok a squadronnak, akkor meg utána lehet, hogy megpörög a dolog. Ajaj. Nem működnek a kijelzőink. Nem biztos, hogy belehúznak, mert ha kész van az első rész, utána csinálják a következőt. Az a baj, nem... Nem lesz. Egy squadron lesz. Nem látom, mennyivel megyünk semmit. Egy lesz, aztán majd csinálják a következőt. Nem, azt ígérték, hogyha megvan a squadron, akkor utána átmegy mindenki PU-zni, úgyhogy... Az majd... Persze, játszanak vele! Jaj, így van! Hát már lehet, hogy mondták csak. Hát meg én viszont erre visszatérve pont ma olvastam egy nagyon jó Reddit bejegyzést, hogy gyerekek, a cég nem azt mondta, hogy 2020 nyarán te játszani fogsz az éve, béta állapotba fog lépni. Igen, ott még egy évet várunk. Tehát, hogy onnantól, ezt én is hülyén gondoltam, mert onnantól az nem azt jelenti, hogy hű, akkor itt karácsonyra érted kiadják, talán egy bétát kapsz te karácsonyra de 2020-ban. De a béta az jó, na, béta van. Megmaradnak az itemeid, meg minden. Elvileg igen. De ez SQ42 beta, gyerekek. Igen. Ennek semmi köze az onlinehoz. Az, hogy neked a single játék, ami kampányorientált lesz, ami nem internet alapon lesz, az annak kurva mindegy, hogy az beta vagy milyen állapotban van az onlinehoz képest. Ja, hát a Squadron 42-re gondolsz. Így van, hogy azért nem biztos, hogy ugye, az nem biztos, hogy pont ezt mondtuk, lehet, hogy nem fog megjelenni jövőre még, hanem csak azt mondja, hogy oké, tudtuk tartani, 2020 beta, nyáron, és akkor még onnantól húznak mondjuk egy fél évet, mondjuk Bétában maradhat egy évig. Ezek a másik, hogy bétában nincs megszabva, így van, hogy az mennyi idő lesz. Jó, azt hiszem, hogyha egy játék, hogyha a bétába lép egy játék, onnantól kezdve egy éven belül ki kell adnia, vagy egy évre. Nem kell kiadni, ilyen nincsen. Én úgy emlékszem, hogy pedig ilyen van. Ilyen nincsen. Azért szokták a játékokat alfába tartani, hogy ne legyenek időponthoz kötve. Igen, akinek kiadója van. Na de a cégnek nincs kiadója. Innentől kezdve ő addig tartja bétába, ameddig akarja. A 12 évig még onnantól bétába tartja, akkor bétába tartja. Teljesen mindegy. Az már más kérdés, ha esetleg a Steamre jönne, mert a Steam az megköveteli, igen, hogyha neked berakod mondjuk ma bétába, akkor a Steam az olyan szerződést köt veled, hogy egy év múlva neked ki kell adnod teljesbe. Ez így oké? Ez nem a cégre vonatkozik. Hanem te, ha mondjuk a Steamen vagy bármelyik más store-ban szeretnél megjelenni, akkor kötnek veled egy ilyen szerződést. Jajajajaj, figyelj ide. Single játékot nem nagyon szoktak sokáig bétában nyomni, max. Egy vagy két hónapig. Sőt, igazán... Nem, mert ott nincs sok változás, tehát ott minden szinte előre le van scriptelve, ott nem tudsz olyan dolgokat megcsinálni, mint itt, hogy háztetőkről próbálj leugrani, hogy nehogy a hülye player ezt is kitalálja, mert ott ugye nagyjából tehát meg lesz az a területed, amit te végigjársz, és pont. Béta, csak egy teszt. Ennyi. Tudod, ott már sok változás a lehetőség. Megfigyeljetek, az nem nekünk lesz teszt, valószínűleg majd a nagyon-nagyon VIP-eknek. Tehát azt nem mi fogjuk tesztelni. Mondjuk ennek örülök is. Azt nem mi fogjuk kipróbálni, azt majd mi megkapjuk, ezt kész, mikor kiadják. Na várjatok, viszont annyit mondott a Krisz a multira, hogy akkor van úgymond kiadva, ha bekerül a full persistence. Tehát
Amikor már megmaradnak a ingyéb cuccok is, amit veszel. Igen, hát a... Hát meg elindul a... Resistance az, mikor kész a múlt, a nagy szerver. Igen. És mindenki egy szerverre játszik. Igen, és az, hogyha fogsz egy tollat és arrébb rakod 30 millió kilométer és lerakod, akkor az ott marad. Kilogolsz, akkor az ott marad. Egész addig, mi valaki onnan azt el nem viszi azt a tollat, igen, pontosan. Igen. Jó, jó. Kolompárékat nem szabad beengedni. Hallod, azért nem csinálok semmi ízét, mert nem találok ilyen küldit. Lehet, hogy itt nem, nincsenek? Arkorpo? Nem tudom. Erről tudom. Valakinek info, ECN alert, vagy ilyen lövöldözés van valami arkorp mellett, vagy még nincs? Semmiről nem tudom, szerintem nincs amúgy. Értem. Akkor figyelj, jobban járunk, ha valahol elhúzunk. Jó. Lementek Hurstonre és ott. Elég, azt tudom, hogy ott vannak. Akkor ugorjuk Hurstonra, régen voltam. Jó. Flight system overheating. Igen, az most folyamatosan. Ez most teszt alatt van, az... ez most ilyen. Nekünk volt olyan szakaszunk, hogy 8-szor megszakított, még ugrottunk egyet. Az overheating-e. Ezért 650-nél szoktam lekapcsolni amúgy. Nekem mondjuk most végigugrottak a hajóim, már a katerra egyszer se dobott ki. A kater az bírja, de ennek egyszer le kell állítani 650-nél. Én nem állítottam le, hagyd menjen ahogy tud, rahadjon meg. Hát aztán ki tudja, lehet, hogy a végén azért robbansz fel. Nem baj. Az belefér. Belehalad. 32 millió kilométerre indultam, és most volt 8. 8 és fél, amikor megállt. Beteg lett. Hát igen, sajnos ilyen. Az belefér meg, ahogy így volt. Az a baj, mindent látok. Ott van Hurston a végén. Azt kerestem ilyen rohadt sokáig, hogy hol van. Na, ja, nem egyértelmű. Igen, meg utálom ilyen hajót, amik még mi a tökömnek van 2D radar. Azt nem értem, hogy minek rakták be. Követhetetlen, semmit nem mutat. Ilyen korszakban amúgy is lehetne már. Jó, Aurorában megértem, de az a pont, pont abban van 3D radar, bazd meg az Aurorában. Igen, ezt mondom, tehát ugye elveg arra mondták, hogy ez 200 éves hajó. De csúcs kategóriás. Számítógép van benne. Abban nincs érte. Igen. Itt vagy, megyek katára, bazd meg, azt nem tudom megtalálni, hogy hova a tökönbe ugorja. Na, akkor most van egy kis pici szünetünk, 21 millió kilométer. Jó. Engine overheating van, 21 millióra vagyunk még. Kiszálltam az évből. Belefér. Ja. Kiugrok füstölni egyet, hogyha leáll, akkor esetleg én ugorj újra, jó? Jó, oké. Okay. Kiszálltam. Na, pill... Ha kiszálltál, nem lesz kijelződ, csak mondom. Már nincsen, hogyha nem vesztettem semmit. Ja. Hogy már átmentek a Jedi fokozatra, hogy ne kijelző nélkül is elmennek oda, ahol kell. De tényleg amúgy észrevétel. Ugye mondjuk most pont ma is, általában csak Katerra mentem, azzal mindig jó volt a kijelzőm. A Cutlass-szel meg egyből nem. Lehet, hogy ez is hajófüggő, hogy melyikben nem... Nem hajófüggő. Nem? Akkor csak ez mindig szerencsém volt? Random. Akkor csak szerencsém... A... Értem, akkor csak szerencsém volt a Katerra végig, hogy mindig volt kijelzőm. Jó. Pil... Pici 300-i... De mi komplet kijelző nincsenek? Olyan volt, hogy megfagy. Nem, van, csak nincsenek rajta értékek. Semmi érték. És olyat ti kaptok, amit én, hogy mondjuk megfagynak a jelzések, működik a hajó, tudod, hogy mivel mész, egyszer csak visszajön. Minden világít rajta, úgymond, de mintha mindent bekap. Nem. Na, ez nekem ilyen naponta egyszer. Már mivel szálltam kifelé a... Talán a Cutlass, ja. Mentem, repültem kifelé, eltűnt, 2-3 percig nem volt, aztán utána újra visszajött minden rendesen. De ő mindent mutatott, mint a kill lett volna, a landing, a izé... És közben tudtam a hajót használni, csak a kijelző, nem láttam, mit használnak. Mindjárt odaérek. Ladderhez. Akkor még át kell volna jelára.
Na itt vagyok. Na, még úgy látom mindig. Benn vagyunk, nincs probléma. Ja, nincsen gond. Na, na, kijelző. Baloldali kijelzőre, ha elmentette, nem tudom, elmentette, kiraktam a hőfokot, lehet látni, amikor kiszállt a székből, akkor ilyen 380 körül volt, azt hiszem. És 304 a heat. Ja. Hát a heatet kell nézni, 650-nél kezd el bejelezni. Állam úgy stabil, nem megy fel. Ja. Viszont ezért azt elvesztettem, hogy milyen távra vagyunk. Ja, azt én se láttam sajnos. Mutatja. Mondjuk a mobbing azt az mutatja, hogy kb. 70%-át tettük meg, vagy hogy van. És itt a jela előttem. Jela, jela? Hello, jela. Azt mondja, megyünk a Nakamurára. Ahogy szoktunk. Jó. Ja, azt a rövidre mezőt mondtál, ugye? Aha, oldatja le a körül, tehát nem a bolygó. Akkor egyáltalán lehetett még a bolygó körül bányászni? Amikor te játszottál? Nem. Ott azt mondta Dúrdeki, hogy ott vannak jobb telérek. Tehát fent az aszteroida mezőben, akár Grimhex mellett, vagy valami. Érted? Ott biztos, hogy van aszteroida. Van valaki pláza környéke? Nem pláza, tisztázunk. Kicsit pláza mocskát? Nem, csak gondoltam beszállok oda a Fricivel, de benne így nem látom, hogy hol van. Ja, mert múltkor tényleg nem tudom, mert kiszóltam, lehet, hogy pont Dúr neki, jó, hogy mondta izébe. Újra kell tájítanom, nekem is ki volt kapcsolva a mikrofonom az előzőbbi felvételeket. Jaja. Nem láttam a bolygót. Én is, jaja, itt vagyunk. Na, megjöttünk. Elég stabil is. De elég stabilan megy az izé. Na, már fel is vettem a gép. Ja, ja, ja. Nagyon stabil. Tehát ahhoz képest, ami régen volt, ahhoz képest kurva stabil. Mhm. Ja. Felvettem az ECM-t. Ugye ugrok oda. Ezekben a foltokba kell keresni, ugye? Magdi mellett igen, van. Igen, még izé ugrani se lehetett emberekkel, mert mindenki kimaradt az űrbe. nyomatni kell GT-re izét, a szkennert, és akkor azt talál. Amúgy így nem lehet tudni, hogy merre van. Vannak ilyen aszteroidák, ködök. Így nem, nem tudom megmondom, én pont nem bányáztam, izét kérdezd mohost. Na, kiszednek minket, akkor lehet, hogy lesz egy kis lövődözés. Na. Vagy csak simán kiszedett az aszteroide. Van ott egy ellen... Van ott valaki, de... Obbad meg, kiszálltam a hajóba. Az a poén, az friendly target. Még. Még. Ez az. Mikor szétkapjuk. Az lesz a Starfarer, gondolom. Nem, van ellenfél. Befogtam. Aha, látom már. Látom már. 9000 méter. Nem tudom mi az, mert nem mutatja. Sajnos kijelző nem megy, tehát fingom nincs mennyivel megyünk. Ja, mondom 3000 méter. De most miért vették le ennyire a... Hát nem lehet itt rallizni azt, hogy full gázon megyek, érted? Hát ez nem ilyen működik ma az irányítás, nem az, hogy miért vették le, megváltozott az egész irányítás. Jó, csak ez így visszaveti az egészet. Nem de veti hát vissza, ez sokkal valóságosabb. Mi az, hogy overheating van, állandóan? Hát nem lehet most már nyomatni a sebességet. Túl melegszik a meg a boostered. Igen. Na most találjuk el. Túl melegszik. De figyelj már nem megy 10%-on. Azt elhiszem, hogy felétől túl melegszik. De hát az, hogy nem tudok menni, mit tudom én, 300-a, 400-a. Nem tudsz, fia. A titán tudod mennyivel megy? 220-a. 220-a max a titán. Légkörül. Ez kész kamarék. De nem, ez kim van. Ez kint van az űrben. Hát most... Szerintem... Jaj, baszker, nem állítottad be a limitert, baszki! Nem állítottad be a limitert, ne ügyítsél már a... Ja. Hát
pirosat, azt hogy tudod beállítani? Hát a egérgörgővel, amit magyaráztak a többiek. De ott van lent 10%-on a piros. De nem a piros a lényeg, az az SMC sebességed. A görgővel elvileg tudod szabályozni, hogy mennyivel tudjál menni maximum. Tehát nem az a végsebességed a hajónak. 151-jel megyek. Azért mondom, hogy le van limitálva. Limitert kül. Igen. Gázkarra nem tudom, mivel játszol. Én sem tudom, mivel játszol. Egér görgővel felrakom, megy a piros. Milyen piros? A piros csík az egy állandó dolog a kijelzőn, az nem változik. Ja, a piros, az túlvilegszik, akkor elvileg tud menni gyorsabban. 568-án megyek, most a pirost felvettem, most a feléig van a piros. Akkor felveszem a... Tomi, a baj? Akkor ez gond, hogyha manőverezel. Ne csinálj semmit, hagyd a tanulni egyenes vonalban. Aha, értem. Forgatni, akkor lesz overheating. Ne csavargasd a hajót, és akkor tartja a sebességet. Hát, hogy bírja a hullja, baszke, már mióta lőjük? Igen, nagyon durva. Ugyanez volt velem tegnap. Igen, ezt mondjuk, hogy valamiért annyira durván bírja, hogy... Várj, én innen tudom tuningolni a fegyveremet. Nem hiszem. A turretre meg nekem sincs hatásom. Hallod, a rakétában miért nem bírom befogni? Nem is látom az itemek közt. Hát, látom. Mondod ezt az Eclipse-et, hogy eljutva mekkora izét ortadók, amikor három dolog. De hülye vagyok én, mert bekapcsolom már az autogimbát, ha már van rajta. Ja. Azt tarod, hogy bírjál, mert mióta lőjük. Ja, hát ez elég nonsense. Nem fogod tudni lelőni, mondom, én sem bírtam leszedni. Nem, amúgy vörösre lőttük az egyik oldalán. De nem ment a... Nem pörög magába a hajóval, kilőttük összes meghajtóját. Ja. Már úgy néz ki, mint az Emmentál igazából. Ja. Hogy pörög már magába? Igen. Múltkor megpróbáltam egy ilyenre felszállni, de ellök magától nagyon messzire. A. Megvan. Na. Azért... Adtunk neki rendesen. Baszki, már mióta lőttük. Kemény. Mert lehet, hogy egyszerűen a lehetgőletés közben dobódott, bazd meg, olyan sokáig harcoltunk ezzel. Contact, megint van. Volt a, még egy, nem? A faszamot teszi meg. Ugorjunk a picsába. Jó, menjünk. Az igen. Hát mindjárt dobódik a küldi, bazd meg, olyan sokáig tart lelőni egy Andromédát. És a másik az meg tuti egy Aurora. Ja. Egyébként kurvára bírja az Andromédát most. Hát iszonyat. De most lőttük, nem tudom, ketten, Torettal, meg mindennel együtt. Nem tudom, hogy játékos is bírja-e, de az NPC-k az valami iszonyat. Simán lőttük, vagy 3 percig, baszki, mire szétlőttük ketten. Ja. Jelölöm ki az izét, a bacon-t. ...250 km annyi most ugrok. Itt vagyunk. Okay. 9000. És ez mi ellenséggel majd be kell menni? Védenünk kell majd egy valamit, Starfire-t vagy valamit. Ja, aha. Ja. Ott látok valami hajót. Contact. Meg is van. Egy Gladius jön. We got party crashes. Megvan, 5000 méter. Bocs, sodródunk. Jó. Most kezd el gyorsulni, vagy elvileg előre. Még nem látom a Gladiust. Na, én már bebírtam fogni. 5000 méter. Ja, látom már. Azt a rojdánál. Ja. Ja. Remélem nem benne. Hát... Nem, előtte kéne, hogy legyen ez, nincs a... Nem, előtte van. Contact.
we got party crashes. Aj, kocs. Ekkor szólt. Igen, felrobbant. Nem robbant fel sajnos. Elvesztettem, hol van? Nem tudom, én még látok. Ott van, alattunk. Alattunk. Az a baj, hogy annyira nem érzem, mert hogy nincs sebességkijelzésem, fogalmam nincs, mennyivel megyek. Látom már. Igen. A végre. Nem teljesen találnám. Ja. Várjál, kikapcsolom. Kikapcsoltam amúgy a... ezért, olyan, mint a rossz helyre jelezne az autó célzás. Igen, kicsit... nem tudom, fura. Lehet, hogy jobb lesz, hogyha manuálisan lövök oda, ahol kéne. Az egy Aurora. Nem telledne csúszva amúgy tényleg. Igen, mert hogyha ráállok, pontosan benne tartom és nem lövöm. Igen. Nézd, így pukkantjuk, hogyha manuálisan lövöm. Igen, igen. És itt a következő valami, vagy ez ugyanaz volt? Szerintem az még ugyanaz, én nem bírtam mibe fogni az ujjat. Most jött be. Az egy Buccaneer. És akkor ő, hogyha közvetlen a hajót lövöm, nem pedig azt a célkeresztet, vagy mi. Jól látom. De még az se pontosan, hanem egyszerűen figyelnek, hogy hova megy a lézer. Igen, nagyjából. Így hogy durrantjuk? Így haladunk. Hát igen. It's like watching an artist at work. Jó. Hop, hop, hop. Igen, látom. Megszórjuk. Így durrannak rendesen. Ott van még egy szembe pont, ha jól látom. Igen. Ja nem, az nem az. Az nem az volt. Az a roncs volt. Igen. Vagy ilyen Buccaneer, elvileg arra. 1200-2000 méter. Látom. Így eltalálom. De durva. Bele kell lőni abba a kör ezébe. Igen. Na srácok. Nem, hogy oda lő, ahova kéne, de... Én lépek már a nektek jó játékot. Oké, okay, szavasz most. Csá-csá! Sziasztok! Jó hét! Ja. Alá kell most egy kicsit lőni. Igen, látom már. Vagy pont elibe. Ez mennyire pusztító erről az Eclipse-ről? Nem tudom. Annyira nem próbálgattam az Eclipse-t. 9-es izé van rajta. Azon is az van? 3 darab 9-es. Beteg. Pedig az kis hajó, meg... Ja, amik az lopakodó, az lenne a előnye. Ne fényképezem alulról bele, talán. Uh-huh. Ajjaj, cut lesz. Már visszalő. Igen, pont szemből jött a... Megszórjuk. Ugye a rakéták nem működnek, ha cut leszem most. Nem tudom befogni a célpontot. Gyorsan szétkapt, hogy... Egyre az Andromeda, ami olyan brutál betegen mérje, úgy látszik. Igen, az nagyon durva. Time to go! That was some pretty fantastic flying you just did. Aztán végeztünk. Valami még lő, vagy ez te vagy? Nem, én nem lő. Valami folyamatosan lő. Azt lehet, hogy neked beakadt valami hang. Hát de látom is a lézert, ahogy így megy. Hát de az lehet simán, hogy látsz egy olyat. Kész a küldetés. Jó. Na, az meglett.
Igen, kicsit érdekesen működnek most, hogy kell eltalálni a hajókat. Szerintem kezd szétcsúszni a szerver megint. Hát, use the force, tudod. Ja. Igen. Szemedre ne hagyatkozz, megcsalhat. Igen. Sajnos pont a szememre kell hagyatkozni. Ja. Felvettem egy bounty huntingot, azt nézem, hogy mutatja, hogy hol a célpont. Na, ilyen most ugrott be a szem valami. Jó objekt, natural ez a bounty. Aha, bejött. Na, akkor megnézzük egy bounty huntingot, jó? Jó van. Itához kell ugranunk. Megvan. Meg ez az. Megjavulhatnám az a kijelző, hogy olyan brutál rossz irányra hajót, nem tudom mennyivel megyek. Hát lehet, hogy kéne csinálnod egy teljes power off-ot. Segítene? Hát, lehet. Shield system offline. De akkor komoly, nyomok egy power off-at, aztán ki tudom kapcsolni külön a meghajtót, na. Yeah. Hello and welcome aboard your Drake Interplanetary Craft. Your systems are online. Hát segít. Ugyanúgy statikus képen nyoma. Az általában úgy szokott helyre állni, hogyha kikapcsolom a hajót, így kiszállok belőle, aztán egyszer megjavul. Aha. Nem tudok ugrani. Lehet a party blokkolna. Nem ugrik a kicsike. Hát vagy ezért. Na, most kinyomtad a partit. Most jó. Na. Megnézem így, hogy így működik-e. Egyből működik. Igen, az blokkolja. Néha beblokkolja. Néha nem érdekli, néha megblokkolja. Majd csak javítják, már küldtem újat. Kösz. Nakazó fishbacket kell megölnünk. Losz. Eljöttem ide pláza fölé, és beszorultam a no-fly-zomba. Ez mennyi, hogyha a test specialitásra ez a beszorulok. Na, komolyan. Ugye itt vagyok a fölött, ahol megáll a busz, vagy vonat, vagy mi a szar ez. És itt van egy kurva magas épület, és annak a no-fly-zónájában. Megálltam. Igazából a térképen ott van a targeted natural, ez itt a bolygó körül. De... tudok közelebb menni, vagy nem látom hova menjek. Tehát itt szabad szemmel nem látok semmit amerre. Hogy közelítsen meg. Térképen se? Nem tudom kijelölni? Nem tudom, nem az egyik ilyen ködbe van esetleg. Nem tudom. Próbálkozok itt a mobiglasszon még jelen, itt van neutralize, ott a kis négyzete. Nem bírom kijelölni. Csak itt meg hiába nézelődök, nem látom hova menjek, nem jelzi a térképen. Vagy hogy mondjam itt magam előtt. Látom a HDMS Rider-t. Se nyomsz egy untrack track-et? Küldi be. Próbáltam. Ez
Én azt nézem, hogy a hajó közepe elég szar állapotban van. Igen, kicsit narancsos. Vagy megint a izé zavarna be a parti. Hát, dobják ki. Nem tudom, én ugye meghaltam most nagy boldogan, és csak egy fekete képernyő van, szóval lehet, az, ezt már mondta izé is, hogy ugye ezt történt, ki kell lépni meg be. Nem te pocok? Nem te jártál? Igen, igen. Mivel vagytok különben? Hogy mivel? Mi kat lesz a? Amered aztak, hogy mi csináltok? De hogy is kat lesz a? Ülésben ne szálljatok be üzébe sem, mert a hammerhead sem megy úgy, hogyha két ember ül. Próbáljátok azt, hogy egyik kiszáll az üzébe. A turretben van. Nem azzal van baj, hogy nem tudok ugrani. Felvettem egy Bounty Huntert. Itt látom a célpontot a bolygó körül valahol, de magam előtt nem látom, nem tudom hova menjek. Érted? Ja, hogy akkor ajrad a üzé célpont. Aha. Vagy valami, tehát nem látom, hogy hova kéne mennem, nem jeles semmit. A bolygónál látom volt. Igen. Azt is megpróbáltad? Mhm. Akkor lehet, hogy nem jó küldi. Jó. Valószínűleg az lesz. Akkor mindegy. Dobom. A trackkel sem megy, akkor jó szar. Pont itt dobom. Remélem ma estére kapunk egy új patchet. És reméljük, hogy jobb lesz, mint a mostani. Hát igazából ez is javulás volt. Ez nagyon jó ez a patch különben. Ez tehát ez már nem az van, hogy 10 perc, 20 percenként 30k-zunk, tehát nekem már ez bőven jó. Tegnap 4 óra után kaptam egy 30k-t. Igen. És azt nem mondani. Tehát én benám már egy-két apróságot kivételében mindenet. Egy-két szerver lag volt, akkor mint tudom, hogy hercégek ezért aztán, de semmi. Azt lehet tudni, hogy mikor lesz live? Há? Szerintem a hétvége előtt nem valószínű. Amint ez elég stabil. Azt amúgy érezni szoktuk, hogyha már jó fut mennek a küldik, akkor utána szokott. Vagy épp olyankor, amikor semmi nem megy és a következő adaggal kiadják. Olyan igen, olyan is volt már, így van. Semmi előjele, semmi jelzés, semmi. Igen, ez az ő dolguk, hogy hopp. Szittuk a patchet, mint az állat, érted? Ő másnap reggel live volt. De én olyanra emlékszem, hogy a előtte lévő patch az kurva jó volt. Tehát olyan volt, hogy azt mondanám, hogy jéz a játék, az így is tud menni, tudod? És utána kiadtak egy patchet, ami mindent elbaszott, de az utolsó csavarig mindent. És akkor, na, live. Mert ja, nem vegyenek a parasztok. Karácsony előtt is volt ugye 3.4.1 és igen, igen. És Chris Roberts bent tartott őket karácsony, és ki kellett adni a 4.2-t, mert nagy bos volt. Ma mindenki ott gyújtotta volna üzét, mi? Gyúrták a mézes kalácsot, ő meg paszkurálták a üzét. Igen, ott meg voltak csúszva piszkosú. Igen, így jár, aki nem teszteli rendesen, ugye? Bizony. Úgy hagyták volna karácsonyon, akkor lett volna néplázítás. Feltörtek volna a szerver központba, mindenkit főgyújtottak, főkoloncoltak, keresztre feszítik őket, nem? Maradékot meg lelógatták volna a híd alá száradni. Ja. Yeah. Well, someone likes dramatic entrances. You mind keeping them off me while I fix my ship? Ennél már csak a Breivik volt rosszabb, nem? Na remélem nem ez az ellenségünk. Nem. Védeni kell. Aurora, 400 méter.
lépkeret, mert hol meg. Oké, jó ér. Így most már tudom, mit kell lőni, így könnyen célpont. Hát úgy könnyű, bakker. Hoppá, mint a rakétával befogtak volna. De melyik kell, azt nem tudom. Ez nem működik ugye a kijelző. Contact. Still working on the repairs. Gonna be a little longer. Nice one. Ott van. Hoppá. Fel is robbant. Mi majdnem. Ezek mi voltam. Gonna need some more cover. Almost there. Ennyi. Ja, ott látom. Lol, fele-fele meg, ezért meg semmisült. Oké. Okay. De azt hiszem, hogy nagy generál ráfér a hajóra, mit szólsz? Ja, jó lenne. Az a roncs? Lehetséges, mert... Ja, ez roncs, én se. Akkor következő kat lesz. Mi volt az autógimben? Hostiles inbound. Contact. That was okay. Contact. Ott van. Your ammo is low. Look alive. More hostiles inbound. Systems up. The close fights are always the toughest to forget. Time to go. Ideig mellé lőttem, míg rájöttem, hogy jaj, nem találom. Elég zavaró ez így most. Igen. Várni fogok én is egy patchet, míg ezt javítják. Előzőbb az a poén jobban ment ez a része. Akkor odalőtt, ahova kell. Hát igen. Amúgy kész van a küldi. Na jó. Akkor hazamegyünk, azt lerakjuk a csónakot, mit szólsz. PO jó lesz? Vagy hova menjünk? Persze. Bárhova. Én vissza akarok menni az alaprendszerben, nem gond. Jó. Neked meg nincs felasztás, hogy jössz velem. Hát még kiszállhatok. Ja, igaz, itt maradhatsz. Ja, csinálsz egy békét, azt vagy elvisznek majd. Ennyi. Itt ez a sok roncs összetákoló belőle valamit. Ja. Mielőtt kifagy az oxigén. Így részt összepakolsz. Ilyen férc munka. Ja. Egy kicsit megrongálódott az eleje a hajunknak. Nagyon nem vészes. Annyira nem vészes. Na, 31 milla. Aztán hazaérünk. Kiugrok egy füstre, jövök mindjárt. Oké. Attention. Engines overheating.
Attention. Engines overheating. Attention. Engines overheating. Attention. Engines overheating. Attention. Engines overheating. Attention. Engines overheating. Na, még 19 milla. Vissza PO-ra. Na, most jöttem el onnan már. Yeah. Még, még 19 millió kilométert, hogyha még messzi vagyunk. First óra kepeztek, 5 millióra vagyok. Ja, hát még 18-ra vagyunk PO-tól. Csak már szétlőtték egy kicsit a hajunkat. Meg kell... Nagy generálózni! Mert máshol nem megy a javítás. Ja, nem azért, csak én vissza akartam menni az alaprendszerbe. Ja, ja. Mert igazából ugorhatunk Hearthstone-ra is, azon nem múlik. Csak azért akarom megvenni a Prospector-t. Mondjuk azt lehet, hogy nem lenne hülyeség venni egyet. Aztán holnap megpróbálkozom én is ezzel a bányászati. Ma már nem, de megveszem azt. Alumínium titánium. Az lehet nem hülyeség. Alumíniumot ne vegyél, vagy ne. Alumínium, azt ne. Titániumot se. Alamóniummal nem ér. Igen, titánium se. Ahogy mondja, jó mond Robi. Az a Brexalit, az jól fizet viszont. Igen, Brexalit, Laranit, azok a jók. Módosítunk, 15 millióra vagyunk így, mert csak nyertünk 4 millió kilométert. Megállítottam az ugrás, azt átugrok édesen, én is veszek egy prospektort. Ez már szar, dobjuk a kukába. Asteroid mezőle vagyok. Ez érdekes volt, kicsit besötétedett a képernyő, azt nem ugrott el a hajó. Igen, ezt én is észrevettem. Ja, most láttam először ezt a ilyen fajta hibát. Ha megkezdte így összeszűkíteni, tudom, mint amiről ugranánk. Igen, igen, meggondolta magát. Na, mégsem. Mondjuk, hogy jó, most szét van lőve a hajunk, bevesszük annak, hogy szétlőtték tőlem. Igen. Vannak anomáliák. Agonizál, igen. Igen. Akkor mi is ott vagyunk ugye. Még majd azért... Mondjuk erősen agyalok, hogy a Retaliátort felupgrade-en a Prospector-ra. Majd kitalálom még live-ra. Bebikázni az elején jó. Tessék? Transporter... Hát igen, annyi. Bebikázni, az tehát... Igen, tehát ugye van katerom most már, hogy abban valahogy meg kell szedni a pénzt, mert nem bírom feltölteni. Aztán most tényleg rászorok egy órát, azt keresek vele 120 ezeret, az már megéri. Hiszen 2 millió is ott vagyunk. Beleszállok. Tényleg, hogyha... Izé van. Szerintem majd ott hívj le magának egy hajót, hogyha nem akarsz hardcore-ba ébredni, vagy ott akarsz? Nekem mindegy.
Ja, jó van. De most, ha jelen vagyok, akkor fogom megébredni? Nem, hát ahol leszálltál, ott ébredsz utoljára. Ahol utoljára leszálltál ilyen főhelyen, ott fogsz éledni. Ez eddig is így volt. És abban a pillanatban, hogy lehívod ott, az egy mentésnek számít amúgy. Nem, fel kell szállni és le. Fel kell szállni és leszállni, aha. Ah, jaj, jaj. De például most, ha most jelenleg meghalnál, Garkorpon kezdenénk megint mind a kettel. Igen, 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 azt tudom. Jaj, jaj. És mondom, én most itt, ha lerakom Hearthstone-on, akkor én itt fogok élenni elvileg. Most, én nem is voltam még ebben a patch-be itt. Abszolút elkerültem Lorville-t azóta. Én sem voltam. Én voltam már egyszer-kétszer. Én nem mentem ide, mert pont verték mindig elijesztettek, hogy akutot kellett miatt másolni, mert mindig rosszul ébredt az ágyba, hogy miatt ökön volt. Semmi extra szerintem. Volt ilyen patch, nem? Tudja? Nem tudom, mert nem jártam itt azóta. Nem tudom, Vertinek tudom, hogy azért kellett másolnia. Vertinek tudom, azért kellett akuntot másolnia, mert volt egy olyan hiba, hogy folyamatosan zuhantál csak, amikor élettél. Fasz. Hát ez bárhol megtörtént. Ez speciál Lorville-en történt mindig. Én, például én nem találkoztam ezzel a hibával. De én nem jártam Lorville-en. Nagy dolog lesz-e? Na, mit találtál? Hm, Robi? Még nem írja ki. Ja? Hogy csak nagy. 4 millió is ott vagyunk. Nem írja ki, hogy mi van benne. A rock energy level olyan kicsi az zöld, mint az állat. Sákba macska. Ez jó, jó, az jó, hogyha kicsi az zöld, akkor értékes. Elvileg már mindjárt fel kéne tűnni a bolygónak, ha már látszik. Na, most mentünk el a célkereszted mellett. Igen? Igen, egy halálfaszában láttam egy célkeresztet, hogy folyamatosan közeledünk felé. Most haladtunk el mellette. Fasza. Ez kurva jó. Ez olyan, mint amikor látod, hogy 1600 kilométerre vagy saját magadtól. Igen. Na, már látom a bolygót. Ez a magánkívüli lét. Egy önkívületi állapot. Nagyon kemény ez a hood, hogy ezt ennyire bírják meg csinálni. Nagyon keményen toljátok ti. Ez amúgy ebbe csúszott szét, amúgy ebbe a patchbe, de nem volt soha. Most új fly modell miatt bejött, azóta csúszott szét, amúgy ezzel nem volt baj soha. Hát ilyen dolgokat eddig is láttam, hogy egyszer csak így a szálkeresztet elhagyjuk meg. Ugye azért... Az most nem lehet szétrobbantani, vagy mi van? Alig mozdul meg. Jó Isten, 100%-on nyomom. De mozgatni kell, basszere. Ja, vannak olyanok, amire ilyen extra erő kell, vagy miatt szét tud, közelebb kell menni. Nem tudod, mi van szerintem? Az, hogy lag van. Tehát, hogy nem vagy szinkronba, és nem azt látod, amit kéne. Egy kicsit próbáld meg oldalra vinni a hajót, és nézd meg, hogy úgy beindul-e a százalék. Mondjuk az nem hülyeség. Ne az energiát növeld, mert akkor nagyon hirtelen meg fog ugrani, és ugyanúgy jársz, mint a múltkor, hogy felrobban a hajó, vagy mi volt. Én nem jártam úgy, mert... még nem bányáztam. Ja. Akkor... Nem, mozgatni kell a nyalábot a szteroidánál. És akkor nézni kell közben, hogy emelkedik el. Igen. Kicsit így mozgasd az egészen. Akár a hajót is. Igen. És azt csinálom. Na, felrobbanunk. Nem tudom, kiderül. Azért. Most mozdul, most megmozdul, de 0 egész. Ez jónak tűnik. Ja, meg hát lesz, nincs ilyen gond. Ez még így is megbízható, hogy a fele hiányzik. Ja, viszont de jó, hogy már 50 kilométerre vagyunk tőle. Ja. Én még utoljára, amikor ugrottam, akkor még iszonyat távolságra voltunk mindig tőle. Igen, ilyen több mint 120 kilométer. Igen. 120-nál rakott ki, és így fölötte. Sokkal jobb ez így azért. Egyébként már arra is gondoltam, hogy ugye mindig 50-nél tesz ki. Van itt Lorville mellett egy másik város vagy állomás. És ha arra ugrasz, akkor pont Lorville fölött tesz ki. Ugye, mert attól kb. 50-re van. De melyik? Van itt valami... HDMS Ismael 763. Van itt mellette is valami. Hiram, 6-10.
Kb. 50-re pedig kell, hogy legyen. Nem látok semmi. Stanhope 1000 km. Mindig igazából mindegy. Ez teljesen mindegy 50 km-ről, hát már mindjárt ott vagyunk 30. Na mindegy, csak mondom, hogyha esetleg olyan szögből érkezel és látod azt a másik helyet, akkor érdemes megpróbálni, hogy arra ugrasz, nem Lorville-re. És akkor nem 50 km-re raki, hanem mit tudom én, 10-re vagy kevesebb. Mondjuk a legegyszerűbb, ha itt van valaki, és akkor ráugrok. De akkor tényleg 10 km-en belül vagyok. Jajjajjaj. Én totyát be kellett volna venni partiba, ő itt van. Hát hajrá. Már most mindegy, mert 20 km-re vagyunk. Már itt vagyunk. Az a nagyon remeg a szikla. Vagy csak a kezed? Neked igetik lézerrel a seggedet, szerintem te is csak remegnél. Jajjaj. Baszik, kimész egyetével, multitool-lel, azt megcsinálod magad ja. Kézzel. Ah, mi lett a lézerrel? Kikapcsolt. Túl melegedett. A lézer? Ficsába. Hát ez egész hajónak annyi. Felrobban. Dehogy is. Power off van. Amikor szétposztanak ő, akkor ezek szerint ez egy bug lesz. Nem, de szét a szerintem... Ja. Mert most is akkor állt le minden, amikor szétposztantott egy kamicsot. Igen, ugye ezt magyarázott. Nekem nem robban szét. Itt a kő előttem. Meghalt a hajót. Túl melegedett. Nem tudom, én mondom, nem próbáltam. Nincsen tapasztalatom nekem sem vele. De M az működik. Hm? A hajó energia Leo. De te föl kellett volna venni a energiát a bányászatra. Tényleg itt megcsinálták Lorville-nél az ezért a... hogy a, nem öl meg a... No Fly Zone, vagy itt meg a... Szerintem meg a... Inkább nem próbált ki. Van egy rossz hírem, srácok. Hogy... Mi? Nincs hajó. Úgyhogy nincs hajó. Egy darab eladni való hajó nincs itt. Mi nem lehet venni? Nem van. Üres a plac. Lehet akkor a szervert kell váltani hozzá. Átmentünk rajta, lol. Ja, azt mondom én is, hogy mi volt ez. Brutálisan alig bírom irányítani a hajót amúgy itt most, nem tudom mi. Nagyon megy ilyen durván, meg össze-vissza lögdösi, amikor elméletileg semminek nem kéne itt lennie. Na, így, hogy a fele leszakadt, azért nehezebben lehet irányítani. Vagy fúj a szél. Lehet a hangárba? Hangárba is. Hangárba is, persze. Simán. Vagy elrakta a landing gear-t. Landing gear. Nincs is kint. Nem, most vettem fel landing gear, app azt mondta. Aha. De be vagyunk ragadva a semmibe. Na, megpróbálom a motor landing-a hátra. Hát vagy inkább ezért. Tehát először enged ki a landing gear-t. Kiengedtem. Nincs kint, én azt látom. Pedig azt mondta, hogy landing gear down. Leszakadt volna. Most rakja ki? Na, igen, most rakja ki. Na most kicsit forgasd, aztán... Nem igazán ilyenítő a hajó. Kicsit így karistolunk bele valamit az elejével. Itt jártam, vagy nem tudom. Beleragadtunk. Hát akkor power off. Úgyis jó lesz. Nagyon jó, az egyik oldalán ki tudunk talán szállni. Hopp, na. Á, most behúzta megint a talpakat. Igen. Megvan. Jók vagyunk. Jó lesz. Nem tudom mi valamiért, ott alapvetően baj volt, mielőtt beszálltunk. Kész vagyunk. Na. Landing most már megbasznak értem el, ezért. Nem kaptam büntetőbe, vagy mi? Nem, kész, jó lett. De is mondta, hogy landing complete minden. Akkor fasza. Csak ha te is akarod itt mentre magad, akkor tudod hívni egy hajót. Jó, ezt nem is tudom kinyitni már. Ja, igen, mert nem vagyunk partiban. De hol vagy? Hát a hajó meghal gyerekek. Az van olyan. Minden működik, elektronika működik. Olyan, hogy valami szétéget volna.
De te hol vagy? Pocok. Ja, itt vagy, lol. Hát, csak nézzem be. Előbb nem láttalak. Gyere. Kösz. Még ennek ugyan mindegy, ennek a hajónak már szerintem. Hát nem megjavítathatod. Én paszt akarom. Megpróbálom. Csinálják meg. Megnézem előre. Azt nem tudom, hogy a pilóta fülkébe kell szállnom, vagy elég innen is. Elég innen, nem, beoszta. Még az a pályán 0 a repa ír. 410 a restock, hogy a töltény visszatöltsem. Beülök a pilóta fülkébe, megnézem, hogy ott valami más is. Azt nem mutatja, hogy hajónak lenne hibája. Az 0 volt. Érdekes. Hát pedig elég úgy látom, hogy van. Igen. Na, nulla UX. És el is tudod indítani? Hát nem tudom, rá tudok nyomni, hogy ezért, de nem történik semmi szerintem. Semmi. Próbáld meg azt, hogy beülsz. Benne ülök már. Ennek fakereszt van. Igen? Ki sem bírom kapcsolni. Szerintem meghalt. LOL, késik. Szerintem pont laggolt szerintem a szerver. Lehet. Most? Mi ugyanúgy nulla AOST. Szerintem nem igen javítja meg a hajót már. Na jó, lehívok én is egy hajót akkor addig. Ja. Én szerintem klémelem ezt a jószágot, mert ez meghalt. Szegénykát lesz. Ah, de szerintem nem állj meg, mert nekem be kell mennem izét. Vagy várj, vagy itt hülyeséget mondok. Itt van a izé? A hajó vásár. Ja, igen. A prospektort megveszem. Hajra. Ki van zárva? Lehet, hogy csak neked nincs bent, hogyha... Akkor vegyél egyet nekem is. Ja, ja. Ha nem, akkor kilépünk a szerverről, azt annyi. You are required to clear the area after landing. Vigil. A jót még nem lehet javítani? Most épp az előbb nem ment, de amúgy kéne tudni. Megyek. Hogy csavarúzóval vagy mi? Aha, arra lesz majd elvileg ugye a multitó. Azt a kurva. Ja, tényleg tök üres az egész. Sahan, mert semmi nincs itt. Gyere be bátran, én is itt ücsörgök. Hol? Hát gyere be, látom, hogy futsz erre felé a piros formádat. Ja, te vagy asztalon. Persze. Itt a rogya. Kinőtt a hajad, öreg. Hát csak a borosta. Ja. Ah, nézem, itt egy herald izében, ilyen arany hajó. Minden hajó van itt, egy csomó hajó van itt aranyban. Aurora, titán. Arany herald, olyat még nem is láttam. Nem maga a hajó, hanem makett, tudod? Andromeda. Ja. Itt a frici. Ez a freelancer Max. Aha. Hornet, itt egy titán. Az a Max egyébként most megtetszett nekem, de hogyha költök a játékra, akkor tudja, hogy először prospektort veszek. Akkor utána nem bírsz venni azt, mert ugye olcsóbb. A freelancer Max 150, a prospektor 155 dollár netto. Ja. Fordítva nem megy. Előre tudod csak kipróbálni. És hát most tudsz venni te is itt kipróbálni, hogyha azt akarod. Hát jó, hogy már próbáltam, azért tetszett meg, mert amúgy nem vagyok egy ilyen freelancer rajongó, de... Na, és ha nem olyan lenne kilátásra, simán tartanék egyet. Na, nézzük. Kutya. Fedd le a csisakorban. Nem mered. Elkérte mi? Nem mered.
szegény itt próbál beindulni, de nem bír. Na. Megfelelőleg? Húúúú, sütós isok, ott vedd le a fejedről, basszeg. Most fürdőbe vagyunk. Ja igaz, úszósapka meg fürdőbe. Nem. Várjál, Ali. Tudja, hogy szoktál? Így hajolnak? Nem. Valamit leejtettem. Valamit leejtettem. Ja. És nálam egy villás kulcs, amivel bebírnám. Várj, csak hátul ki lehet nyitni. Úszósapkát a sajnos megtartja. Azt nem bírtam levenni, így nem látod a szőke haját. Az a poén a izében, a mobilgasztoson ott nincs rajta. Megyünk úszni, bázz. Ja. Na talán most? Na most jó. Ja, először le kell venni a sisakot. Aha, és akkor utána. És akkor utána a többit. Úgy csak szeszi Popper séróba ezzel. Na így már jó, nem? Ja. Hoppá, tudja. Ki vagyunk, öreg? Na, az addig aztán meg tudtad csinálni? Amúgy mennyivel jobban fut Lorville azt a rohadt, ez szalad. Sokkal, ja. Jó, megyünk ma hozni, vagy mi? Hát nem, ha... Ti vagytok? Tudtélem. Csak én vagyok túlöltözve. Most mikor süt a nap benne? Ja. Hát jó szellős így a hajók nélkül. Igen. Ja. Furcsa. Jó hely. Így itt kéne lenni a Bétának, a Főnixnek, hát... itt meg a Hammernek. Igen. Hogy pacsog a mezitláb karakter? Igen. Nem kopogám a cipőt a pagad. Tényleg olyan hangja van bazza, mint akkor a mezitláb tocsogsz. Tényleg, hogyha jobban rákocsot rak, akkor hallom, csak nekem relatív erősebbek hangok, alig hallom a léptemet. De én rendesen mezitlábosan látlak titeket amúgy. Nem, mert úgy vagyunk. Hát úgy vagyunk. Tökre levetkeztünk. Kivetkőzni magunkba. Ja, látom, és ez a fém, ez nem süti a lábadat. Hát majd, ja, igaz. Tök jó tacsok, bászeg, kurva jó aki van a talpnak, bászeg. Hát mindennek amúgy most nagyon jó hangja lett. Nagyon eltűnhetek. Hajóknak, hát a Fricit is, amit mondtam, a Maxot kipróbáltam. És így majdnem elélveztem, amikor elindultam vele, és így hallottam a fém, ahogy érezek meg mindent. Ja. Nagyon zörögnek benne a csavarok, meg... Kibaszott jó. Na itt vagyok, én már veszek egy ezért, multitolt. Elutazok azért. Ha ide kotrocol. Ha ide kotrocol. Úgyis, hogyha nagy isten egyszer Badnight a Lorville-nel küldít, akkor legalább meg tudnám nézni. Úgyis ja. Mondtam egyébként, hogy Lerskin lehet venni Greyketet? Igen, mondtad. Ja. Ő nekem az... már mindegy, mert nekem ma. Ah, jó. Hát igen. Ezt nem figyeltem így külön.
Ezen nem mondtam még ezzel a Commerce Line-at, ugye? Még én sem. Pont itt van? Ez lenne az? Aha, azt hiszem ez az. Hát a sárga volna. Azzal aztán be lehet menni a izébe. Központba, és akkor onnan tudsz tovább menni. Na most a Metro Centerbe kéne nekünk menni, nem tudja, vagy nem jó? Aha, de. Aztán ott a hülye ruhaboltba. 137. 25. Akkor ez a jó. De ha nincsenek hajók, akkor ruhák se lesznek, vagy lesz? Nem tudom, ki most kiderül. Ha nem, akkor nem. Akkor... Ennyit már meg tudok tenni, megnézem, aztán utána úgyis lépek szerintem már. LOL! Felöltözés, nincs oxigén. Oda mentem a vonat az ablaküveghez is. Én is kiléptem inkább, befeküdtem az ágyba, majd meglátjuk, hogy honnan indulok. Jajajaj. Hamarabb ott leszel a Metro Centerben, úgy érzem. Mert meghaltál? Nem, te fogsz. Megfulladsz. Ja, mondjuk tényleg. Nézem, hol ébredek. És én mentek a Commerce Line-on. Elvileg? Ez nem oda szálltunk be? Oda szálltunk be, nem? Hát tudom. A zöld vagy a kék. Zöldre szálltatok, ugye? Elvileg. Tényleg meg nem mondom neked. Next stop, Metro Center. Metro Centerben most vagyunk, annyit tudok. Én is felszálltam egyre. Ó, de gyönyörűen megy. Hát ja. Még nekem is ezzel a kis gagyival. Ágyba fogok ébredni vagy? Nem tudom. Próbáld ki. Kilogolt a hajóba, hogy hol ébred. Nekem nem sikerült ebbe a patchbe. Előző bérben az még működött. Na, na. Hát ez akkor. Hát ez akkor. Jó. Now arriving Metro Center. Please Metro Center. Nem, Lordville, bazd. Ez Lordville. Az, Lordville-en ébredtem, jó van. Quick game, csüssz. Jó ét, csácsá. Jó ét. Jassz, megyek én is, jók létek. Jó, jó. Csokkancs. Csácsá. The Wonders Girl. Ah, jó helyen vagyunk, így akartunk jönni. De ezer éve nem voltam itt. Már én se. Citizen Comba így sétáltak felfele. De rég voltunk majd. A Mária kórház. Ja. Azt is mi fog csinálják meg? Hát az ott van, az már ezébe jön a kórházas rész. Na, kire. Ugye, mert a karakon is lesz már ez ilyen. Én nem mentem oda, én megyek a ruhaboltba. Ja, ja, ja. Ott vagyok. Vannak az acskók. Hát igen, tudja, igazad hát volt. Ez tényleg ki van halva. Tök üres, semmi nincs a szemben. Hát akkor jó. Akkor azt majd legközelebb. Nem baj, úgyis itt éledünk, vagy valamelyik szemben. De remélem, hogy holnap reggel már új patch lesz. Mert legalább megnézem, hogy itt milyen ruhák, meg ilyenek vannak legalább volna. Egyébként én még mindig az USA-t nagyon ajánlom nektek, mert a stabilis. Én biztos nem. Sosincsenek ilyen bajok. Figyelj, de igazából oldják meg, tehát ezt kell tesztelnünk, én nem fogok azért 300-as pingen játszani, mert USA-ban jó, érted? Nincsen ping se amúgy. Dehogy nem, hogy a tökönben lenne. Amikor másik szerverre megyek, akkor például Mobigax fixen kétszer vagy háromszor nyílik.
Hát nem tudom. Nekem nincs optika internetem egyenlőre, majd év végére lesz. Addig meg számít szerintem. Na jó. De végülis jó van. Én direkt azért nem játszok már szerint. Nem azt mondom, hogy ha tényleg végképp valami volt, akkor átmentünk, de alapvetően mindig azért vagy bestem, vagy EU-n megyek, ami szerintem egy is ugyanaz. Hát gondolom, igen. Mert ugye a pinget nézi. Igen. Vagy legalábbis értem, szerintem én azt biztos úgy ajtanám, hogy a pinget nézze. Jó van. Például szoktam látni, játszottunk múltkor az éve FS-szel, Arena Commander, ott ugye írja a pinget. Neki ugye, ő Angliában. Neki 20-as pingje volt, nekem meg 65. Jó, nyilván nekem ugye mondom, nem optika van. Most én a szolgáltatóhoz is, nekem 20-as a pingem a szolgáltatóhoz, 20-23. Azért optikai van, meg majd 0,3 lesz, azért nem lesz mindegy. Hát igen, azért az már. Tehát azonnal jön a tárfitel meg. Nem az lesz, hogy 6 megával töltök le, hanem 200-zal, tehát nem mindegy. Na jó van, jó lesz az így. Majd holnap bevásárolunk. Akkor már ennyit.